Azzal, hogy most itt sokat szomorkodik, ezen sokat rágódnék, hogy nem játszom, azzal csak leépíteném magam is. Pont a válogatott miatt ez nagyon fontos, hogy szokott nagyobban ott legyen magam edzéseken, és lehet többet is foglalkozzak külön még az edzéseken kívül. Ennek én nem érzem magam rossz paszban, az elmúlt években azért rendszerint nagyon sok meccset játszottam, de ha tényleg nem változik a helyzet, akkor ezen változtatni szeretnék. BD pozícióban a legjobban állunk, veszélyezi sérülések vannak, és kíváncsi leszek én is, hogy pályára tudok-e lépni, én nagyon szeretnék, és tényleg bizonyítani szeretném, hogy annak, hogy nem játszom, hogy tudok segíteni a válogatottnak. Nagyon fontos, hogy tényleg az a, mondjuk adott esetben az a négy ember, vagy inkább a védekezéssel foglalkoznak a héten, nagyon sokat gyakorolnak együtt. Hát váraton azért nincs, mint egy újabb új védősor fog felállni, és minél jobban összeszokjon ez a hátsó alakzat, mert azért azt tudom, hogy hosszú év során, hogy annál erősebb és annál stabilabb egy védelem, hogyha minél többet játszik egy és minél többet gyakorol. Ez a váratotnál, hogy ez egy speciális helyzet, de mondjuk akkor azt mondom, hogy holabban kell lenni gólok, azért pedig csúnyák voltak tényleg. Mindig arról beszélnek itt, hogy a magyar játékosok miért akarnak elmenni, a magyar játékosok miért játszanak egyfajtában külföldön. Szerintem én 30 évesen, közel 30 évesen mondhatom azt, hogy 8 éve, most 8. szezonomat kezdtem külföldön, hogy nem úgy szeretnék hazajönni majd Magyarországra, hogy kiégett játékosként, hogy még tényleg valamit itt a minimálisat alkossak, hanem még tényleg szeretnék hozzátenni az itteni bajnoksághoz is. Nem hiszem, hogy majd mondjuk 35-36 évesen tudom ezt megtenni. Volt, aki azt kérdezte, hogy fiataloktól veszem a lehetőséget. Könyörgöm azonban az esetben, miért nem teszi fel ezt a kérdést, mikor jönnek olyan külföldi játékosok, akik nem biztos, hogy előnyére vannak a magyar bajnokságnak. Szomorú voltam a reakciók miatt nagyon. Mondom, szerintem mindig azzal is példáloztam, hogy egy fiatal játékos nem menjen el nagyon korán, viszont egy idős játékos már akkor jön vissza, egy idősebb játékos, mikor már tényleg mondjuk a pályafutás a legvégén jár. Teszem fejénk a kérdést, mondjuk többek között nektek is, hogy akkor mi a jó valójában.